Vérmágia. Bizonyára sokatok meglepődött azon, hogy erről is beszélek. Vannak olyan mágiák, amiktől nem kell azért óckodni, mert sokkal a negatívra használják. Tehát a legtöbb mágiának két oldala van. Ugye szokták mondani, hogy fehér fekete mágia, nem, a mágia egy eszköz, tehát a szándékon múlik, hogy ki mire használja. És hogy két oldala van, igen. Mindennek van egy pozitív és egy negatív aspektusa is. Egyébként ezzel ne csodálkozzunk, hiszen ez a világ erről szól. Igen, egyfajta küldetésemnek érzem azt, hogy a kötés ellen vagyok. És ahol csak lehet segítek, hogy ne csinálja meg valaki a kötést, vagy ha megtette, akkor leoldjuk. Tehát igen, ez egyfajta feladatom, ez tény. Illetve ugye, hogy miért említem meg a vérmágiát. Nem tudom, hogy te voltál-e már véradáson, én már kétszer voltam, plazmázott többször egyébként, de az is, amikor leveszik a véred, és egy másik embernek adják, az egy mágia. Mivel most, hogy a fogyóhold időszakában vagyunk, ezért most érdemes minden olyan negatív gondolatot, blokkot, energiát elengedni, amire már nincs szükséged. Igen, megteheted, hogy ehhez. Egyfajta áldozatot teszel saját magad felé. Tehát, hogy a gyertyára, a véredből egy kicsit ráteszel. Um, viszont ezt akkor ajánlom, hogyha tudsz fókuszálni. Hogyha ott tudsz lenni a mágiában százszerzelékosan, és nem teszel bele semmilyen olyan negatív érzést, gondolatot, amit te nem szeretnél. Csak azt engedd el, amire már nincs szükséged mit tudsz elengedni, akár egy kapcsolatot is, szerelmet is. Nagyon sok ember ugye oké, hogy felfogta, hogy már nem lehetnek együtt, és nem nincs már közös útjuk, viszont az érzelmeknek nem ilyen könnyű parancsolni. Tehát azt nem lehet így vezényszóra elnyomni, viszont lehet rajta segíteni és oldani. Tehát itt a szertartásnak a lényeg az, hogy ugye megáldod a gyertyát, erről van fent egyébként videóm, nagyon röviden annyi a lényeg, hogy ugye a szívcsakrád elé veszed a gyertyát a kezedben, és a koronacsakrádon keresztül elképzelt egy tetszőleges színű fényt, de áramoltatod a szívcsakrádba, majd onnan a kézcsakrádba, és amikor ugye veszed a levegőt, akkor fújod bele a gyertyába az energiát. Ezt egyszer, háromszor, vagy kilencszer megteheted, vagy akár hétszer is. A lényeg, hogy páratlan szám legyen. Miután ezzel meg, vagy ugye nagyon sokan szeretnek a gyertyába karcolni neveketvés és a többi, ha egy egész egyszerűen annyit belérsz, hogy elengedés, már az megfelelő lehet. Utána úgy érdemes a véráldozatot megtenni, hogy tényleg így egy gyertyára rá vagy rákened, tehát ö, nem kell túl gondolni. Utána jön viszont a további rész, ahol nagyon is számít a fókuszod és a figyelme. Tehát meggyújtod ezt a gyertyát az elengedésnek a nevében. És itt kell fókuszálnod, hogy tényleg belevetítsd a gyertyán azt az érzést, azt a gondolatot, amit te el szeretnél engedni. Hogyha közben bármilyen más információ bejön, vagy ne agy Isten megzavarnak közben, akkor hesegesd el ezt a gondolatot, és utána ugyanúgy fókuszálj oda. Tehát, amíg um, nem enterezted le a mágiát, addig ugye az egy folyamat. Tehát addig még nem történt meg, csak ugye előkészülsz rá, úgymond, hogy ez megtörténjen. De lehetőség szerint ne zavarjanak meg benne. Ugye a gyertyát soha nem fújjuk el, soha nem csépjük el, vagy gyertyakottintóval, vagy pedig feles pohárral oltjuk el. <laughs> Tehát hagyd végig égni a gyertyát, nem, itt nem kell végigülnöd mellette és közben fókuszálnod, viszont azt megteheted, hogy ha jönnek az intuíció, hogy kiírd magadból, vagy belebeszéld a gyertyelángiába, vagy akár uh, a szélbe, tehát kibeszél, mert milyen szép a magyar nyelvezés benne van, azt viszont nyugodtan megteheted. Tehát én szeretem, hogyha az intuíciót is használja valaki. Viszont amit elmondok, um, azt érdemes precízen végigcsinálni, és többször is meg lehet ismételni. Többször is rá lehet erre ismételni. Bízom benne, tudtam neked ezáltal segíteni. Áldás mindenkinek! Sziasztok!